a kis prezentációnak a címe az tulajdonképpen a Tokaji Történelmi Borvidék a világranglistán, egykor és ma. Hát, amit szeretnék én, ugye a teljesség igénye nélkül, mert az lehetetlen így 20 percben, meg egyébként sem kompetenciám annyira a történelem, de visszatekinteni egy pár fő gondolatmenet mentén Tokaj-hegyalja történetére, és ezeken keresztül láttatni azt, hogy hol állt Tokaj-hegyalja a világranglistán egykor, ami viszonylag elvitathatatlan, és aztán eljutni a jelenig, a mostig, hogy most hol tartunk. Itt igazából kérdéseket szeretnék felvetni, és egy pár javaslatot, témát, perspektívát, lehetőséget, tehát nem megoldani szeretném én ezt a dolgot. Hát Tokaj-hegyalja szőlőtermesztése, vagy a Tokaj-hegyai borvidék ugye 1000 éves. Ez az 1000 év nem emeli ki a borvidéket a világ összes többi borvidéke közül, de az, hogy ezt az 1000 évet milyen jelentős és milyen fontos történelmi események szövik át, az már igen. Hát ugye a kezdetek gyakorlatilag a honfoglaló magyarok, tehát ezt tudjuk, hogy amikor bejöttek a honfoglaló törzsek, gyakorlatilag a honfoglalás után, jobban mondva a Kárpát-medencébe érkezés után rögtön aktív szőlőművelésbe kezdtek. 1100-ban tartott a Könyves Kálmány a királyi zsinatot tartóan, akkor már a szőlőműveléssel kapcsolatos birtokviszonyokat, adózást törvényileg rendezték, tehát ez már konkrétan aktív szőlőművelésre utal, de a honfoglaló törzsek neveit viselő dűlők is és erre utalnak. Pap Miklós szerint egyébként az Árpádházi királyok egyik legfontosabb mezőgazdasági ágazata a szőlőtermesztés és a bortermelés volt. Nyilván ugye itt nehéz hosszú távra ilyen nagy igazságokat lefektetni, mert utána jött a tatárjárás, és akkor elpusztítottak mindent, akkor IV. Bélának vallon és francia szőlőműveseket kellett betelepítenie, behívnia olasz Liszka, Bodrog, olaszi Rozvágy táj környékére, és akkor ők próbálták ezt a kultúrát feleleveníteni. Igazából 1252 ből van konkrét írásos említés Tokaj-hegyei szőlőterületről, amikor IV. Béla a Túróci prépostságnak adományoz egy olasz liszkai szőlőt. Ez az első említés. De nem ez az időszak az, ami igazán érdekes szerintem, meg amiről én itt egy picit szeretnék beszélni, hanem az 1520-as évek utáni időszak, amikor Tokaj-hegyalja Magyar Királyság első számú borvidékévé válik. 1521-ben ugye elfoglalják a törökök Nándorfehérvárt, és abban az évben még a Nándorfehérvár környékén lévő további védelmi pontokat is, Zimony, Szabácsot, Péterváradot, tehát gyakorlatilag ott feldújják és elpusztítják a szerémségen a szőlőket, tehát az egész szerémséget feldújják. Utána ugye 1526 Mohácsi vész, hát gyakorlatilag a délvidékről megindul egy elvándorlás az északi területek felé, Zemplén, Tokaj-hegyalja, Perényi Péter is akkor helyezi át Siklósról a központját Sárospatakra, és fel is építi a Sárospataki várat. Ekkor nyert Tokaj-hegyalja igazi jelentőséget, már előtte is egyébként megkezdődik ez a folyamat, de innentől kezdve talán érdekesebb a történet. A következő fontos dátum, amit szeretnék említeni, az 1641. 1641-ben születik egy regulamentum, amiben a Tokaji borvidéknek a törzsterületét ugye kijelölik, de ezen kívül egyébként egy csomó minden szabályoznak. A hegy körüli települések, emlegetjük őket, hogy a Bodrog keresztül Tokaj tartva, a hegy körüli települések már 1500-as évek végén egyébként egyeztetik ezeket a szőlőművelési praktikákat, de 1641-ben ezek megjelennek ebben a reglamentumban is, a háromszori kapálástól kezdve egyébként részletesen leírja, hogy hogyan kell a szőlőt művelni, mit nem szabad, ne vessünk káposztát például a szőlő közbe, tehát hogy nem támogatja például, hogy mindenféle növények legyenek a szőlő között, és egy érdekes részlet volt számomra, amikor erről olvastam.
És ami még érdekes, hogy ez nem tartalmaz bűnklasszifikációt, és ez azért érdekes, mert első Rákóczi György 1640-ben már tokai birtokos, Sárospatak és Sátoraljóújhely környékét már korábban ugye megkapja, és ő már elkezdi elkészíteni, vagy már elkészítek dűlőklasszifikációt, ami nem marad fent. Mi nem emlegetjük ezt a dűlőklasszifikációt, ami az 1640-es években már egy meglévő dokumentum, ami később nem marad fent. Ez a dokumentum nem marad fent, erre a dokumentumra utalások maradnak fent, amik bizonyítják azt, hogy ez létezett. Van egy-két utalás, az 1675-ös dokumentum már a Messzes Gyűlő Társó osztályúként emlegeti, vagy 1676-ban egy dokumentum a Bodrog kisfaludi dűlőket három osztályba sorolja. Hát itt már létezik egy dűlőklasszifikáció, amit aktívan használ a borvidék, használják a rákóciak, használják ezt az adózás kivetésére, használják ezt a kereskedelem, a borok kereskedelemben való elosztására, hát ez már létezik. 1706-ban második Rákóczi Ferenc kiad egy szőlőrendtartást, amiben az érdekes részlet az az, hogy ő a tokai hegyaljai borvidéket az egyetlen első osztályú magyar borvidékké nyilvánítja. És ez szerintem egy fontos pont, mert nem csak innen fogyasztottak borokat, nem csak innen kerültek borok a királyi asztalra sem. Egyébként ami a dűlőklasszifikációt és egyéb más ebben szorosan együtt, organikusan együtt fejlődő folyamatokat illeti, azért sem lehetett itt komolyabb eredményeket, meg hivatalosítást elérni már ezekben az időszakokban, mert a rákóciak függetlenség törekvései ugye arra vezettek, hogy elkobozták a dűlőket, már első Rákóczi Ferenctől is elkoboztak nagyon sok dűlőt, akkor azok visszakerültek, második Rákóczi Ferenctől pedig a szabadságharc leverése után 21 dűlőt is elkoboztak. Tehát ezek itt változtak a birtokviszonyok és nyilván az érdekek is, tehát ezért volt nehéz itt dűlőklasszifikációt is készíteni. És akkor innentől kezdve ugye vannak fontosabb dátumok még, amiket említeni szoktunk, az 1723 Dél Mátyás féle klasszifikáció, akkor a Matolai János féle dokumentum, aki egyébként a Bél Mátyásnak a szellemi köréhez tartozott, és ő is nagyon részletesen leírja a dűlőklasszifikációt, első, másod, harmad osztályba sorolja a dűlőket, és ami nála még érdekes, hogy ő a tokai névhasználatot is nagyon komolyan veszi. De nagyon komolyan veszi a tokai névhasználatot, és az ő azt mondja, hogy csak az első osztályba sorolt dűlőkből származó szőlőknek a borát kellene tokainak nevezni. Hát ő erre egyébként figyelmet fordít. A következő klasszifikáció a Dersényi féle klasszifikáció, amit mi ugye szirmai klasszifikációként ismerünk meg, hát ő tulajdonképpen bővíthetné a dolgot, de nem kerül talán igazából bővítésre a Matolai és a Bél Mátyás által elképzelt klasszifikáció, és ezt a szirmai féle klasszifikációt veszi majd át a tokai album, de egyébként kicsit szabadon kezeli a szirmai féle klasszifikációt, kiegészíti, tehát bevesz olyan dűlőket, bevesznek a szerzők, a Török István és Szabó József, bevesznek olyan dűlőket az albumban, amik nem szerepeltek a szirmai féle klasszifikációban, de nem klasszifikálják, tehát nem osztályozzák, nem első, második, harmad osztályba sorolják, hanem jelentős és nevezetes dűlőként felsorolják, ami egy hát nem kielégítő módja szerintem a besorolásnak. Ettől függetlenül a tokai album egy fantasztikus mű. Tehát 1867-ben kiadni egy ilyen négy nyelvű, majdnem vagy enciklopédikus referencia művet a tokai-hegyei borvidékről, szerintem ez a világon páratlan. Legalábbis én nem ismerek egyetlen egy angol, francia, akár német nyelvű. És itt van az emléktábláj, pár száz méterétől, a Szabó József. És akkor ezt meg is nézzük, hogyha minket van. Így van, ezek fontosak, pontosan. És szóval, hogy
Ez egy fantasztikus dolog, hogy már ilyen dolgok születnek. Ugye ez a Tokaji Borművelő Egyesületnek a kezdeményezésére kerül kiadásra, és ugye a földtani térkép a melléklete, amit a dr. Szabó József készít el, és ez azért érdekes, mert a dűlők térképi ábrázolása akkor történik meg. Ezelőtt a dűlők nem kerülnek térképi ábrázolásra, és a helyrezi számokat is a dűlők ebben az időszakban kapják meg. Igazából ez a gondolatmenet a következő kérdésekhez vezet engem, és hát mindenkit biztosan máshoz, de térképek, dűlőklasszifikáció, források és borvidékszintű együttműködés. Nekem ezek a kérdések, amik így ennek a gondolatmenetnek a végén felmerülnek. Térképek, mit értek ez alatt, hogy térképek? Térképek. Milyen térképek állnak ma rendelkezésünkre? Milyen térképekre lenne szükségünk? Milyen térképekre lenne szükség a szakmának? És milyen térképekre lenne szükségünk ahhoz, hogy a fogyasztóknak kommunikálni tudjuk a borvidéket? Mert ezek a térképek, ezek mind különböznek, és erre mindre szükség lenne. Dűlőklasszifikáció. Ez is egy kérdés. Nem állást foglalni szeretnék, hanem a kérdésem az, hogy mennyire áll helyt ma a történelmi klasszifikáció. Aztán a másik kérdésem az, hogy nem lehetne, kell-e egyáltalán egy folyamatot elindítani, ami egy hivatalos dűlőklasszifikáció felé vezethet. Nem lehetne felhasználni azokat a rendelkezésre álló anyagokat, amik most nem publikusak, amikhez most nem férünk hozzá, hogy valaki ezeket, egy bizottság, egy szakmai csoport, vagy akár egyénenként, nem tudom, hozzáférhetővé tenni, és akkor elindítani egy ilyen folyamatot egy hivatalos klasszifikáció irányába. Nem tudom. Kérdés. Források. Rengeteg nagyon értékes forrás áll rendelkezésünkre, aminek érdemes lenne elgondolkodnunk azon, hogy újra kiadjuk, tehát legyen egy új kiadása, de ennél sokkal fontosabb, hogy angol nyelvre fordítsuk. Vannak olyan forrásaink, amik csak magyar nyelven vannak meg, ezeknek érdemes lenne elkészíteni angol nyelvű fordítását. Miért? Azért, hogy a nagyvilág is megismerje azt, ami folyamatosan próbálunk kommunikálni egyenként, egyes vendégeknek, meg néha egy csoportos erőfeszítésre, de egy borkóstolón ezek nem kerülnek szóba. Tehát ennél sokkal komolyabb szakmai módja lenne az, ha ezek a források találnának angol fordítást. Borvidékszintű együttműködés, ez is egy kérdés. Nagyon-nagyon jó és pozitív és működő példaként említeném a Tokaj Reneszánsz Egyesületet. Nem is tudom, hogy van-e másik ilyen borvidéki szintű együttműködés, ami ilyen jól működik. Viszont település szintű együttműködéseket látok. Ezek is kellenek, de nem feltétlenül elég. Tehát kell, ez is egy kérdés, hogy mit lehet, meg hogyan lehet ezt tovább vinni. A következő témakör, amiről szeretnék beszélni, az az aszukészítés technológiája. Ezt egy Paracelsus idézettel szeretném bevezetni, mert nagyon szeretem olvasni Paracelsusnak a műveit, magyar fordításban nyilván. És neki a viszonyulás a borvidékhez nagyon érdekes. Nem annyira tudományos, mint inkább költői és szenvedélyes, és lehet, hogy pont ezért tetszik nekem ennyire. Itt az idézet. A vegetáliák a mináláliákkal társulva folyékony aranyá változnak. Ő így látja, és egyébként ez nagyon jó. Az első hivatalos, vagy az első írásos emléke közvetlenül a tokai aszonak, tehát nem indirekt és nem utalásos emlék az 1571-es Garai féle osztálylevél, ahol a vagyon elosztásra kerül, és ott 70 hordó és 52 átalag aszubort említ ugye az osztálylevél, ami majd az örökösöké lesz. Tehát ekkor már léteznek aszuborok. Egyébként, amit ebből ki akarok emelni, az az, hogy a világon először, tehát botrytiszes bort Tokaj készít először a világon, ehhez kétség nem fér. Minden más botrytiszes borvidék, aki ma botrytiszes bort készít, 200-300 évvel le van mögöttünk maradva. 200-300 évvel később készülnek el az első botrytiszes borok a világon. Hát például a németeknél, Rieslingből.
az első botitiszes bolt Schloss Johannisberg az 75-ben készíti el. Amikor viszik a szőlőmintát a püspöknek, hogy visszajöjjön az engedély, hogy oké, szüretelhettek, akkor valamiért a futár nem ér vissza. Nem ér vissza időben, lebotitiszesedik a szőlő, elkészítik az első botitiszes úgynevezett spétléze kuriert. A futár spétlézét, mert ugye a futár miatt nem tudtak szüretelni, de ez 1775, tehát ez 200 évben van később. Sauternes-Sauternben 1830-as évek közepén készítik el az első botitiszesbort. 100 grammos, túlérett szemeket szüretelnek, és ilyen 100 grammos édesborokat készítenek, és akkor a Grimaud de Reynier az kiadja az Almanach de Gourmand, amikor már nagyon híres a tokaiból egyébként mindenhol Európában, és akkor kiadja ezt az Almanach de Gourmand, és azt mondja, ebben leírja, hogy itt vagyunk mi franciák, már akkor is egyébként nagyon erős volt náluk ez a nemzeti öntudat, de mindig is, és hogy lehet az, hogy nekünk nincs ilyen borunk, hogy felszólítja tulajdonképpen a francia termelőket arra, hogy tessék elkészíteni a botitiszes bort itt, itthon, ne kelljen tokait vásárolni. Ezzel egyébként méltatja a tokait, de a Latour Blanche Sauternes 1835-ben, 36-ban készíti el az első botitiszes bort. Hát ez is jóval később. Az, most az asszú készítés technológiája hogyan alakult ki nálunk Tokaj-hegy alján, erre lehetne egyébként többféle elméletet is felhozni. Az, hogy nem a szerémségből került át ez a technológia, meg az asszú készítésnek a mikéntje, az teljesen biztos. Hát az asszú készítés az Tokajban történik meg először, aztán hogy ennek milyen körülményei vannak, hogy ez valóban azért van-e, mert törököket támogató tatárok tényleg portyáznak hegy alján-e ezekben az években, és elviszik 200, 300, 400, 500 embert is hadifogolyként magukkal, és utána ők kiszabadításra kerülnek, mert útját állja, mert itt ugye mindenki ellen van, tehát ez egy annyira vicces egy korszak idézőjelesen, és akkor ugye kiszabadulnak ezek az emberek, hazajönnek, kimennek a szőlőbe, leszüretelik az asszusodott szőlőket. Tehát nem tudni, hogy így alakult, vagy nem így alakult, de ennek egyébként megvan minden esélye, mint ahogy a futás pétlőzőnek is. Tehát ez sem egy kitaláció, de lehet, hogy egy kicsit legendásító van, de ezzel egyébként a fogyasztókat el lehet bűvölni. Aztán A piacok nyilván azért voltak már a 16. századtól kezdve annyira szélesek, és azért volt annyira keresett már a tokai bor a 16. századtól kezdve, mert nem volt máshol ilyen. És ugye, hogyha megnézzük, hogy milyen jellegű borról van szó, akkor rögtön megértjük. Tehát a 16., 17., sőt a 18. században sem volt lehetőség arra, hogy dúskáljanak az emberek. Tehát itt energiára volt szükség. A tokai asszú egy energiát biztosító ital volt, amellett, hogy alkoholt is tartalmazott. Tehát ennél kedvező kombináció nem is létezhetett. És ez nagyon gyorsan felgyorsított, tehát ez exponenciálisan gyorsította a piacoknak a kiszélesítését. És 16. században ugye Lengyelországnak volt az egyik fénykora, a lengyel arisztokraták nagyon-nagyon szívesen fogyasztották a tokait, és vásárolták. És rajtuk keresztül eljutott a balti tengervidékére, de a svédek, a dánok is fogyasztották, Galícia is piaca volt. Most az időben egy kicsit ugorva vissza, Rákóczi Zsigmond például rengeteg bevételt termelt magának abból, hogy borokat értékesített. 5 perc. Jó. És arról már szó volt, ugye, hogy a szárhoz is folyamatosan ment, aztán Erzsébet szárnó 25 éven keresztül. Két konkrét példával az asszú imádatot hagy illusztráljam már. 1600-as évek elején, amikor a Dobó család nem volt a Dobó családnak örököse, Sárospatakon itt volt pincéjük, szőlőterületeik, nem volt örökös, nem volt kinek tovább örökíteni a pincét és a szőlőket és a borkészletet, akkor Rudolf császár express futár küldött, hogy most azonnal foglalják le az egész boros pincéjét a dobóknak, meg a szőlőterületeket. Tehát ilyen szinten kapkodtak ezekért a borokért, és nem volt másképp lehetőség ele. A másik, az meg a Szent Orbán.
nak a csontjai. Ugye ez is egy fantasztikus dolog. Aztán, hogy ebből is mennyi a legenda, meg hogy történt pontosan, amikor András Ibóp 1771-ben elment 14. Kelemen pápához, és vitt neki egy üveg aszút, és akkor a pápa megkóstolta az aszút, és hát természetesen el volt bűvölve, de aztán az Andrássy panaszkodott, hogy hát igen, 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 de hát nem megbízható a termés, nincs minden évben jó termés. Erre a pápa, hát akkor vidd el Szent Orbán csontjait. Vidd haza magadhoz, Monokra, az új kastélyodba, az új kápolnádba helyezd el, és megoldja a problémát. Hát azóta is hullámzik a, ugye nincs minden évben jó asszus évjárat, tehát nem tudom, hogy ez a fajta törekvése a pápának bevált-e, de minden esetre nálunk van a Szent Orbán erekje, ami egy fantasztikus hagyaték. Tehát, hogy a borvidéken ott tud lenni, ez egy fantasztikus hagyaték. Ez is azt bizonyítja, igen, és akkor gyorsan mondom is tovább, még csak annyit akartam mondani, és akkor ezzel le is zárom, nem megyek tovább, lett volna még egy gondolat a fúr, mint fajta, de annyit csak, hogy az asszuma, hogy mi az asszuma, mert ugye itt az asszukészítésről beszéltünk, meg a botritiszes borokról. Az asszuma, az asszuma is referencia bor, az asszuma is példaértékű. Tehát az asszú, nem sorolnám az édes borok közé, nem sorolnám a desszert borok közé sem. Az asszúnak van egy saját kategóriája, a botritiszes bor. Van még egy-kettő kevés ilyen a világon, azt kell egyedül ebbe az egy kategóriába sorolni, és itt kell ezt a bort értelmezni. Az, hogy a borvidék túlélésében ez mennyire segíthet, azt nem tudom, a presztízsében minden esetre igen. És nem csak történelmileg volt az asszú ilyen fantasztikusan kiemelkedő, ez ma is az, ma is jönnek és másolják le a tokai technológiát, és viszik el a tokai oltványokat. Tehát az, hogy például idejön Dél-Afrikából a Klein Konstancia, az első borászat, 1625 óta borászkodnak Dél-Afrikában, és idejönnek, és ők szeretnék megtanulni azt, hogy hogyan kell asszút készíteni. Vagy idejön Szicília egyik leghíresebb borászata, mert ők is ilyen édes bort akarnak csinálni. Tehát azért az azt mutatja, hogy van ezeknek az édesboroknak presztízse még ma is. És akkor a fúr, mint az, ami egy utolsó mondatból, hogy a fúr, mint az szerintem, ami a megoldás nekünk, és ami mi áldásunk, szerencsénk és jövőnk, hogy nekünk van egy fúr mintunk, mert nézzük meg Szotent, nézzük meg a Rajna vidékét, mindenhol próbálnak a 80% édes, 20% szárazból, 20% édes, 80% száraz, vagy 100% szárazat csinálni. De nem mindegy, hogy szemionból kell szárazból csinálni, sőt, én még a száraz rizlingekkel is szkeptikus vagyok. Hát az, hogy nekünk van egy furmintunk, amiből ilyen pezsgőt, meg ilyen dűlőszelektált szárazborokat lehet készíteni, az egy fantasztikus lehetőség, és ezért kell a kutatásfejlesztésre, a modern laboratóriumi technikákra, a klónszelekcióra, mindenre, ami ezt az útvonalat egy picit tovább viheti, ráfókuszálni a borvidéknek. Igazából ennyi szerettem mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.